amikor nem csinálsz filmet, hiszen ezek olyan fantasztikus élmények, akkor nem úgy vagy, mint egy pilóta, hogy hiányzik az adrenalin szint. Tehát aki megszokta, hogy repül, hogy magasan van, hogy kiesik, hogy jön a Maestro-járat. Hát én nem hiszem, hogy hozzád jött egy filmet, és engem küldtek ki egy riportot csinál reptéren. A Maestro-járat. Igen. Ott állt egy legenda, és én megszólalom is az utcán. Az, ami szállítana volt. Hogy mit csinálom? Szóval hiányzik-e ez olyan dolog, hogy az átkosban úgy alakult a sorsom, hogy két évente csináltam egy filmet. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen, mindig úgy mondtam, hogy van egy ilyen bioritmusom, hogy nekem két évente kell tolnom egy tojást. Vagyis egy filmet kell csinálnom. És amikor nem csináltam a filmet, akkor nem tudom, hogy emlékszel-e, volt egy televízió a Szabadság téren, és akkor én azt csináltam, hogy beültem a büfébe, ami az aulában, ami egy fantasztikus hely volt, tele volt értelmes, tehetséges kollégákkal, és vártam, hogy jöjjenek. És akkor jöttek a szerkesztők, és akkor mondták, hogy csinálna egy ilyet, vagy csinálna egy olyat, vagy csinálna egyet, és akkor én rengeteget televízióztam. Most nézegettem a múltkor, nem is tudom, hát legalább 100 televíziós melóban, hanem munkámban, hanem több. Úgyhogy, és akkor közben megírtuk a forgatókönyvet, és akkor elmentünk forgatni. Tehát egy olyan életforma, egy olyan létforma volt, mindig csináltál valamit, mindig repültél, vagy az én példám. Hát, de mi van, amikor nincs film, nincs televíziós felkérés, nincs semmi? Vagy hát 19 évig nem csináltam filmet, az Arizona után, amit 1980-ban csináltam, 19 évig nem csináltam filmet. Hát ennek nagyon egyszerű oka volt, hogy én mindig arról csinálok filmet, ami engem körülvet, és amit én ismerek. Tehát a focit is pontosan tudtam, hogy minek a, mi volt az ihlet, vagy mi volt az az indító, mi volt az a katapultáció, és pont amitől nekem eszembe jutott valami. És aztán, mikor volt a rendszerváltás, változás, hogy kell ma mondani, változás. Nem merek szó. Akkor én elhallgattam, mert én azt gondolom, nem csak engem, de mindannyiunkat váratlanul ért, nem a rendszerváltás, hanem az a világ, ami jött, ami ismeretlen volt. Ami ez az embernek nem volt, hát sokat járt az ember fesztiválra, meg ide-oda mondani, de nem tudta, hogy ez az új élet, ami egy fantasztikus új világba vitt el minket, hogy ez mit jelent, hogy kell ebbe, tehát ismeretlen idegen volt. És addig, amíg én nem érzékeltem meg azt, hogy ez a világ körülbelül mit jelent számomra. Azt szoktam mondani, hogy még nem tudtam megint pontosan, hogy ki a barát és ki az ellenség. Addig én nekem nem jutott eszembe semmi, és addig én nem is csináltam a filmet. De én nem tekintem egyébként elveszett időnek ezt, mert rengeteg tapasztalat, rengeteg olyan dolog történt velem, velünk, ami én halálos állás vagy a sorsnak, hogy azt is megjött. Ha már itt a szerencsét érintjük, majd megengesznek egy rövid szerencse kitérőt, de előbb csak a szerencse kapcsán, hogy múltkor megkaptam televíziótól néhány régi munkámat. Te megkaptad ezeket? Miket? Régi munkádat. Most. Kiírták neked és megkaptad ajándék? Megveheted. Igen. Nem olcsó, de... Hát szóval én most hozzájutottam néhány régi munkámat, és a Bújtor interjút néztem, amit a szegény Bújtorra csináltam, és ott azt hallottam, egy legenda volt, csak a szerencsét teszem, hogy te állandóan pókeresztél vele, ez igaz? Persze, a legnagyobb ellenfelem. Én Budapest egyik legjobb pókerese voltam, én kb. 6 évig abból éltem, hogy minden este, mert volt időnk rá, tehát minden este a MUOZ-ban, az Újságíró Szövetségben, mi egy nagyon komoly játékot játszottunk, és például egy este lehetett nyerni mondjuk 100-150-200 forintot. Na jó, de akkor az pénz volt. Na jó, hát azért mondom, hogy hát jó, itt egy pillanatra... akkor 3400 vagy 3200 volt a fizetésem. De egyszer egy pasas azt kérdezte tőlem, hogy te mondd, Fodor, hogy mondta, nem akarom elrontani. Válasszál! Mi kell? Rettenetesen sok pénz,
nehézség, vagy szerencse? Én választottam, te tudsz választani? A háromból? Aha. Hát szerencse kell az, hogy rettentő sok pénzed legyen is egészségügyre. Mondd rá, hogy egészség. Hát, de miért nem így van? És azt mondja nekem ez a valaki, azt mondja, te hülye vagy? Tudod, hány rettenetesen gazdag és egészségesen bejutat itt, amikor? Martin Szipál, valahol ott van. Fényt kérek szépen. Vagy Szipál Martin, világhírű fotóművész. Mondja annak idején, és szeretném megköszönni, hogy eljöttél. Egy külcse szóljál most, mert legközelebb elhívd a vendégnek, jó? De megköszönöm, hogy itt vagy. Az ő képeit szeretném majd ide hoztam, mert egész világhírűt nyugodtan vissza. Szóval ő volt az a bölcs ember, aki azt mondta nekem, hogy szerencse kell az élethez. És elkezd az életét mesélni, amire majd később fogunk beszélni. De te vagy az egyetlen pont, aki azt tudta mondani erre a kérdésre, mert sokszor leteszteltem, hogy a szerencse kell. Neki rávágt egy kérdés. Na jó, de hát az kell egy kicsit élni, hogy az ember... Én egyébként nem is úgy gondolom, hogy a szerencse, ami az emberrel történik. Én úgy gondolom, hogy van egy sorsa az embernek. Tehát én nagyon fatalista vagyok. Van egy sorsa az embernek, és ezt a sorsot éli végig. Tehát én azt gondolom, hogy az a hihetetlen sok, és nem a szerencsét használnám, mázlit használnám, mert túl patetikusnak tűnik akkor a dolog. Valahogy engem valaki hordott a tenyerén. Vagy nem tudom, ha valami olyan dolog van. Jaj, de jól mondod, tenyér. Tegyék a kezüket a karfára. Te is csak, te hiába fogod tenni. És aki érez a karfán alul valamiféle pénzérmét, vagy valami ilyesmit, fényt kérek, akkor az álljon már fel. Tehát talált-e valaki a karfáján alulról, oda ragasztva egy darab? Igen? Hát jó, örülök, szedje le! Mert itt panaszkodnak a kollégák mindig, hogy nekik kell. Pénz, talált-e valaki? Bármit oda ragasztva, talált-e valaki? Nem? Tekjük van. Talált? Hát jöjjön ki. Szerencsé. Jöjjön ki. Egy szerencsés emberünk van. Ez a szerencsé fontos. Kérem, hozza a táskáját. Egy nő a táskája nélkül soha sehol meg tudja. Jöjjön. Senki más nem talált? Nem létezik? Hát talált. Akkor szemérmeskedik? Jöjjön ki. Jöjjön oda. Mert a szerencse fontos dolog. Én azt gondolom, hogy most abban a szerencsében részesülnek. Fölsegítem azt, hogy jöjjön. Óvatosan, fényt kérünk, lámpa, lépcső, még egy fok. Köszönöm szépen, kezi csókolom, Fodor János vagyok, mutassad, nyert. Jöjjön ön is, uram, óvatosan, itt nehogy leessünk, fogom, erre menjen, és hadd mutassam be, hogy kell jönni. Szóval Kossuth Díjas ember. Mégis, fogod már kezed Kossuth Díjas ember? Üljön oda le. Tessék, helyet foglalni. Ülj át a másik székbe, Palika Lécsi. Nem, jöjjön. Nem foglalom el te helyedet. Jöjjön. Nem, ott van még szék. Üdvözlöm, Fodor János, parancsoljon. A szerencse azt mondja Palika, hogy nagyon fontos az emberek, hogy ismerkedjenek össze, hogy rendezettem. Még hány fog mondani? Azt próbálnám, hogy most hogy szerencséjük van-e, mert hogyha szerencséje van, azt mondjam, akkor a jegyét előveszi most. Ön is előveszi a jegyét. Önnek nincs szerencsé. Belépő jegy, 2500 forint volt. 2500. Ön a vendégem. Senki nem talál, többé. Vigyék hírül, jó? Hogyha legközelebb jön, minden szék, vagy nem minden, de négy pénz, akkor nekem van szerencsém, mert oda nem raktam. Az enyém majd fölveszi.